Üdvözöljük kedves érdeklődőinket és hallgatóinkat. Megpróbálunk egy 20-25 percben egy kis bemutatót tartani, hogy miket is tanulunk, milyen stílusokat, és szeretném bemutatni Ökrös Józsikát, ő fog nekem segíteni. És megpróbálom röviden összefoglalni több év anyagát, hogy tulajdonképpen egy picit szemléltessem, hogy milyen sokrétű az a zene, amit mi tanulunk. Hát az természetes, hogy ugye mindenki a klasszikus zenével kezdi, és a később, amikor már lesz itt ilyen 13 éves, akkor már érdeklődik másfajta műfajok irányában is, például a jazz, vagy a könnyű zene, a pop zene. Most ugye beszéltünk bárzongorázásról, és az is egy műfaj ennek a könnyebb műfajnak, ami egyébként nagyon nehéz, nem könnyű. És először arról szeretném beszélni, hogy honnan szoktunk kiindulni. Egy bizonyos fokú szintet el kell érni a gyerekeknek ahhoz, hogy már improvizációról vagy harmonizálásos stílusokról beszéljünk, hogy meg tudják érteni. De az improvizációt már egész korán el lehet kezdeni, de akkor még nem annyira elméleti síkon, hanem inkább játékosan próbáljuk tanítani. Most amikor ugye már tudják a skálákat, dúr skálát, mol skálát, a modális skálákat, akkor elkezdjük tanulni a harmóniákat. Most egy picit másképp hívjuk mi az akkordokat, mint a klasszikus zenében, de egyébként nagyon sok hasonlóság van. Ugyanúgy tanulunk funkciót, tehát megpróbáljuk elmagyarázni, hogy bizonyos akkordokat ki lehet cserélni, be lehet helyettesíteni, és tanulunk meneteket, harmonizációkat, mindenféle alterációkat, és természetesen tanulunk mozgásformákat is, tehát mondjuk először visszatérve az előzőre, például azt mondom, hogy van egy első fokom, mondjuk egy tonikai funkció, negyedik fok szubdomináns, dominás és tonika. Na most ezt mi elmagyarázzuk, hogy tulajdonképpen ezt a szubdomináns, ez lehet F-dur, C-durban vagyok, lehet D-mol. Használjuk a 100 akkordokat, ami 7-4-es akkord, 9-4. Ezt játsszuk domináns funkciónak és szobdominás funkciónak is. Tanulunk olyan dolgokat, hogy például megelőző, félhangos megelőző harmóniák, hogy például... Nagyon sok minden, tehát ez körülbelül 3 év anyag, amit most gyorsan el szeretnék mondani. És akkor általában úgy szoktuk kezdeni, hogy először még két kézre rendes klasszikus módon leírjuk a bogyókat, a hangokat, hangról hangra, és akkor elkezdjük magyarázni, hogy kell megfogni mondjuk a tágfekvésben a harmóniákat, hogy kell szűkfekvésben, hogy lehet meneteket csinálni. Elkezdjük tanulni először a könnyedebb nyolcados zenéket, tehát ilyen. Ilyesmi ritmus, utána keringőt, akkor már nehezebb a bossanova, latin ritmusok, swing, akkor tanulunk olyanokat, hogy lehet
szélesen zongorázni, tehát úgy, hogy bejátsszuk a basszust. De úgy is megtanítjuk őket, hogy basszus nélkül, mintha kvázi zenekarban játszanak, és csak a szükségesen... Akkor ugye megtanítjuk ugyanúgy az inga, a beszólásokat, az ugrásokat, hát ugyanazokat a mozgásokat tanuljuk, ami a klasszikus zenében van, mindenféle dolgokat, és nagyon sok közös vonás felfedezhető a stílusokban. Most beszéltek párzongorázásról, beszéltek tánczenéről, popzenéről, tehát most Józsika, te például milyen ritmusokat tanultál idáig? Hát például keringőt tanultál? Igen. Keringőt, oda beszélj vele, létsz, és keringőt tanultál, ugye? De. És még miért? Hát... tanultam... sima klasszikus. Hát klasszikust azt tanulsz, de hogy például beatet, vagy swinget, vagy slowt, ilyen baladát is tanultál? Igen, swinget. Szambát is tanultál már? Igen. Igen. Tehát ezek nagyon nehezek a zongorán megoldani, de majd ő mindjárt fog zongorázni. De most egy pár szót arról, hogy hogy szoktuk elkezdeni felszabadítani őket, ami nem olyan egyszerű, de nem úgy kezdjük, hogy egyből fejest ugrunk a mély vízbe.